Király Gábor vagyok, és festészettel foglalkozom. Kecskeméten születtem, és most Budapesten élek, és Budapesten dolgozom. Hát 13 éves koromban festettem az első képet, amikor még Dali volt a nagy kedvencem, és illetve Kirikó, vagy nem tudom, jól ejtem el. És csináltam egy szürrealista tempera képet, amire azt gondoltam, hogy ez a világ legjobb képe, és dolgoztam rajta egy hónapig, és akkor azt gondoltam, hogy ha én ezt végig tudtam csinálni, ezt a egy hónapon át tartó festést, és közben rengeteg minden eszembe jutott, és igazából élveztem is ezt a folyamatot, arra gondoltam, hogy lehet, hogy akkor ezzel valamit kellene kezdeni. Aztán meg a szerencse útján anyukám meglátott egy apró hirdetést egy újságban, hogy indul egy művészeti iskola a Kecskeméten, pont akkor, amikor pályaválasztásnak volt az éve, és akkor jelentkeztem, és felvettek, hál' Istennek. És akkor onnantól pedig igazából ezzel a légkörrel találkoztam nap, mint nap. Hát mostanában kezdtem el olajjal festeni, eddig akrillal, tussal, fapácokkal dolgoztam, begyítettem a dolgokat, most pedig kizárólag csak olajjal festek, körülbelül egy éve, másfél éve, ami egy nagyon izgalmas dolog számomra. Egy új anyag, amit most ismerek meg, és egy kihívás az, hogy az elképzeléseimet hogyan tudom megvalósítani ezzel a technikával, az olajtechnikával. Most azt találtam ki, hogy van egy ilyen fóliás papír, húspapír, és a húspapírral vissza tudok szedni rétegeket, illetve ezzel a húspapíros technikával rá is tudok építeni rétegeket, és egy kicsit ilyen atmoszférikus hatást ad ez a dolog. Hasonló, mint amit az akril festékkel is meg tudtam csinálni, csak ott inkább vissza lehetett szedni, és úgy rámenni a festékrétegre, az olajfestékkel pedig vissza is tudok szedni, és rá is tudok menni. Nekem az atmoszféra az igazából egyfajta ilyen, egy ilyen brutál lazúr, vagy nem tudom, tehát nem lazúrt használok, bár azt is szoktam, hanem ad egy ilyen, összefogja a színeket, összefogja a formákat, összefogja azt, amit éppen a képen ábrázolok, vagy amit festek. És olyan színgazdagságot ad azáltal, hogy mondjuk belenyomom az egyik részbe, és átrakom a másikra, amit máshogy mondjuk nem lehetne megfesteni a csattal. A figurális festészet az, ami érdekel, vagy amit csinálok. De soha nem gondolkodom azon, hogy mit fessek igazából, vagy nem ülök neki úgy egy üres vászonnak, hogy na, akkor én most ezt fogom festeni. Igazából ez egy ilyen élvezet. Mindenki így magából építkezik, gondolom, vagy amiket megél, vagy történik vele, azokat megpróbálja kiadni magából, és akkor valahogy így létrejön egy kép. Hát mindig a legújabb képeimet szeretem a legjobban. Ez egy újabb kép. Nem tudom, ez is át van festve 10-20-szor, nem is a bizonytalanság miatt igazából, hanem ez is egy ilyen útkeresés tulajdonképpen, vagy a lehető számomra lehető legelfogadhatóbb megoldásnak a keresése mindig. A téma itt sem volt igazából kitalálva, vagy hogy mi lesz egyáltalán ezen a képen. Festettem egy portrét, mert gondoltam, festek egy portrét, ennyi volt az indítatás, ami teljesen máshogy nézett ki, és aztán közben alakult a kép. Eszembe jutott, hogy láttam lent a kávézó helyen egy citromot, és hogy milyen jó lenne egy citromot is odafesteni, mert hogy milyen szép is egy citrom. Ennek az a címet, azt a címet adtam, hogy utolsó darabok egyébként. Mert hát annyi személyes indítatása van, hogy van egy ilyen kancsom, volt hozzá egy pohár is, de az eltört, úgyhogy ebből a készletből ez az utolsó darab. Aztán van egy darab szalvétatartóm is otthon, amit úgy találtam, és abból az
első és utolsó darab, ami van, és egyébként nem vásárolnék szalvéta tartót, mert fölöslegesnek tartom, viszont ezt szépnek láttam, és gondoltam, hogy ott a helye, és illik egy szalvéta egy citromhoz. Ott a szalvéta színe érdekelt, itt meg a citrom színe, ott a kancsó színe, és egyébként meg a fejnek is van egy színe, ami meg úgy kialakult. Meg van egy ilyen trikon, de hát tetoválásom nincsen. Ezt nem tudom, kik ezek a figurák, ezek ilyen hétköznapi életből vett, valószínű a hétköznapi életből vett figurák, akikkel találkozom és akikkel együtt élek. Valószínű, hogy onnan eredeztethető az, hogy figurákat festek, és ilyen figurákat konkrétan. Brutalizmus vagy roncsolás képeimen az... Én nem érzem roncsolásnak és brutalizmusnak, hanem igazából próbálom megragadni közhelyes szóval, vagy hülye szóval a szépséget, és nekem ez a szépség kifejezéséhez járul hozzá az, hogy ilyen felületeket, és így használom ezeket a felületeket. Hát igazából ez nekem kell, mert így érzem azt, hogy teljessé válik egy dolog, amit ki akarok fejezni. Rá is hívják expresszívnak, és Buffordinak, és brutálisnak. Én nem, soha nem érzem brutálisnak azt, amit csinálok igazából, vagy soha nem érzem ezeket a figurákat keménynek, és nem érzem a képeimet szomorúnak, és pessimistának, és ilyen nagyon ilyen negatív kihatású dolgok, akármilyen úgymond hátborzongató a arckifejezés, vagy nem mindennapi. Ez nem azért olyan, hogy valakit elrettentsen és szörnyűködjön, hanem ilyen is van hozzá. Hát nyilván azt festi az ember, amivel találkozik, és akikkel találkozik, illetve átvesz onnan bizonyos elemeket, vagy pillanatokat, gondolom én, és biztos, hogy megjelenik a képekben is, amit festek. Megjelennek ezek a pillanatok, és ezek a figurák is, ha nem is a maguk teljességében, de részleteiben biztos lehet találni utalásokat erre, az én életemre. Az, hogy miért és miért ilyenek, ezt nem tudom megfogalmazni, és valószínű vagyok annyira fiatal, hogy nem is kell ezt, nem is feladatom ezt megfogalmazni. És hogy mi inspirálhat? Jó kérdés. Van egy ilyen belső késztetés az emberben, hogy egy idő után rosszul van, hogyha nem dolgozhat, és rohan ki festeni. Ez az, ami minden nap megvan, és ha nem tud kijönni, akkor egyre feszélyezettebben érzi magát, aminek a vége az, hogy mindenképpen itt lehet találkozni az emberrel, ami terünkben festeni kell.